szombatot kívánok mindenkinek! Köszönjük, hogy eljöttetek a mi szombatiskolánkhoz. Én vagyok a Tomi bácsi, és ez a kis angyalkánk, és az édes Pivi néni. Énekeljük, hogy én kedvel jövök szombaton. Drága mennyi atyánk, köszönjük, hogy adtad nekünk a Bibliát, és köszönjük, hogy tanulhatunk többet rólad. Kérjük, hogy áldjad meg minden egyes gyermekedet, segítsed, hogy megértsük a mai leckét. A Jézus nevébe kérjük ezt. Amen. Okay. Milyen szezonban vagyunk, anyáka? Tavaszban vagyunk. És mit szeretünk csinálni tavaszkor? Kertészkedni. Amikor kertészkedünk, előkészítjük a földet. A föld jelképezi a mi szívünket, a mi gondolatunkat. És magokat szórunk a kertünkbe. A magok jelképezik Istennek a szavát, a Bibliát. És megöntözzük. A víz jelképezi a Szentléleknek a munkát a szívünkbe. És kisüt a nap is felmelegíti a talajt és a levegőt. És kezdenek kicsirázni. Szépé teszi a mi életünket. Segíti, hogy kedvesek legyünk. Segíti, hogy engedelmeskedjünk. Szeretünk csinálni, anyáka? Sétálni! Én nekünk, hogy menjünk ma együtt sétálni. Menjünk ma együtt sétálni.
Biblia a leckénk a boldogság szabályokról szól. Amikor Isten megalkotta a mi világunkat, Ádámnak és Évának adott néhány boldogság szabályt. Ábrahám és Izsák is megtanulta őket, és apukák és anyukák, akik szerették Jézust, megtanították az ő fiaiknak és lányaiknak. De néhány ember nem tanulta meg a boldogság szabályt. Jézus népe Egyiptomba elfelejkeztek a szabályokról. Jézus azt akarta, hogy boldogok legyenek, ezért ismét megadta nekik a szabályokat. És odaadta Mózesnek, és Jézus kőre írta elszkotozat. Jézus két kőre írta a boldogság szabályokat, hogy így senki nem tudja megváltoztatni és eldözsörni őket. Tanítsad meg az embereknek a boldogság szabályt, mondta Jézus Mózesnek. Jézus mondta Mózesnek, hogy tanítsa meg az embereket a szabályokról, és az anyukák és apukák, hogy tanítsák meg az ő gyermeküket. Boldogok lesznek, ha betartják ezeket a szabályokat, és biztonságos lesznek Sátántól. Jézus erre a kőre írt az első négy parancsolatot. És azt mondta nekünk, hogy ezek a szabályok segítenek, azt mondják nekünk, hogy hogyan tudjuk szeretni Jézust a legjobban. Azt mondják, hogy mindig emlékezzünk a szombat napról, arról a különleges napról, amelyet Jézus megáldott. Hány boldogság szabály van ezen a kövön? Számoljuk meg. Egy, kettő, három. Kettő, három, négy, öt, hat. Igen, hat van. Ezek megmondják nekünk, hogyan tudjuk egymást szeretni. És azt mondják, hogy emlékezzünk, hogy ne bántsuk egymást, és hogy ne mondjunk bántó szavakat egymásnak. Azt mondják nekünk, hogy mindig igazat mondjunk. És azt mondják, hogy soha nem szabad olyan dolgokat elvenni, sőt, még akarni se, amelyik ne másoké. Ezek a szabályok nagyon fontosak. Olyanok, mint a közlekedés lámpák az életünk számára. Láttál már ilyen lámpát? Igen. I saw the red, the green, the yellow. Amikor piros a lámpa, azt mondja nekünk, hogy meg kell álljak. Hogyha zöld, azt mondja, hogy menj, mehetnek. És hogyha sárga, azt mondja, hogy legyenek óvatosak. Óvatosak, igen. Óvatosak. Ha az autók nem állnak meg, amikor piros a lámpa,
akkor összeütközhetnek, és az emberek megsérülhetnek. És a közlekedés szabályok segítenek, hogy bennünket biztonságba tartani, és ők azaz útnak a boldogság szabályok. Otthon is van boldogság szabály, amikor anyuka és apuka megkérnek téged, hogy engedelmeskedjél, vagy ne nyúljál valamihez, az is boldogság szabály. Anyukád és apukád azt akarja, hogy ne sérülj meg. Azt akarják, hogy boldog és biztonságos és kedves legyél. Ezért akarják, hogy engedelmeskedjél. Sátán nem szereti a boldogság szabályokat. Bántani akar minket. Ezért arra csábít, hogy ne engedelmeskedjünk. Ha anyu vagy apu kér téged valamire, sátán duzogásra és nyafogásra csábít. De Jézus szeret minket, és azt akarja, hogy boldogok legyünk. Ezért megadta a boldogság szabályt. És ezért be kell tartjuk őket. Tudod, mit mond? Tudod, hány szabály van? 10 szabály van. 10 szabály van. A boldogság szabályt Isten törvényének, vagy 10 parancsának nevezük. A Biblia könyvben van írva, hogy ne felejtsük el őket. Azt mondja a Biblia Isten szabályról, hogy ha pedig megtartják a törvényt, ó, mely igen boldog. Szeretném megköszönni Jézusnak, hogy ilyen csodálatos szabályokat adott nekünk? Igen. Szeretné, ha Jézus segítene megtartani őket? Igen. Akkor mondjuk az arany szövegünket. Irgalmasságot cselekszem. Azokkal. Akik engem szeretnek. Mózes. És az én parancsolataimat. Megtartják. Mózes második könyve. 26. Okay, mondjuk megint. Irgalmasságot. Cselekszem. Azokkal. Akik engem szeretnek. Az én parancsolataimat. Megtartják. Ügyes. Okay, Inikán Kocs, ki teremtette ezt a világot? Isten szeret minket.
Oké, énekeljünk, hogy ahogy szeretem Jézus. Ahogy szeretem Jézust, ahogy szeretem Jézust, ahogy szeretem Jézust, mert ő szeretett engem. Ahogy szeretem Jézust, ahogy szeretem Drága mennyi atyánk, köszönjük, hogy adtad nekünk ezeket a csodálatos törvényeket a 10 parancsolataidat. Kérjük, hogy segítsed, hogy megtartsuk ezeket a parancsolatokat. Kérjük, hogy segítsél, hogy engedelmeskedjünk anyukának és apukának, mert te szeretsz minket, és azt akarod, hogy boldogak legyünk, és hogy biztonságos legyünk. Kérjük mindezt a Jézus nevébe. Amen. Oké, ez osztályunknak végét. Ez osztályunknak végét, de jövő héten látunk. Viszlát, viszlát, jó is kevesek. Az osztályunknak végét.